Hivatalossá vált, amit a kisvárdai labdarúgó szurkolók már sejtettek, Kondás Ellemér lesz a csapat edzője. A szakember már több várdai meccsen ott volt a lelátón, így kinevezése nem érte váratlanul a játékosokat sem. A jelenlegi szakmai igazgató Révész Attila marad a klubnál, de mivel feladatai, a stadionépítés és az akadémia indítása miatt jelentősen megnövekedtek, szükség volt egy tapasztalt edzőre, aki nyártól felel majd a szakmai munkáért. A jelenlegi fázisunkban sokkal fontosabb, hogy az én vágyaimat azt egy kicsit háttérbe szorítsam, és a klubot kezdjük el építeni. Sokkal fontosabb, hogy mi lesz a Kisvár a klubbal. Ezt egy személyben egyenlőre nem tudom megoldani. Fontosabb az, hogy erre a feladatra egy hozzáértő embert ültessünk be a vezetőedzőszékbe, és az is nagyon fontos, hogy ezt a filozófiát azért tovább tudjuk vinni a klub életben is. Olyan épületek jönnek, amelyek megkívánják a teljes irányítást részemről. Nem tudok már most szétszakadni, nagyon sok mindent egyedül végzek, nem fér bele egyszerűen lehetetlen, és nem akarom, hogy a későbbi során ez eredményességre is hason. Az 53 éves edző 2011 és 2016 között 162 bajnoki meccsen jutott a Debrecen kispadján. Ez alatt az idő alatt két bajnoki címet szerzett és két magyar kupát nyert a csapat. A szakember tervei szerint új állomás helyén is a támadó futballt részesíti majd előnyben. Mi igazából egyforma a filozófiánk, mert én is a játszócsapatot szeretnék látni a Kisvárdából, és nyilván támadó futball, de ahhoz, hogy a csapat nyerni tudjon, ahhoz támadni kell. Úgyhogy ebben szerintem nem fog változni. Nyilván ugye Attila mondta, hogy a pályatalaj az jobb lesz, mert most én is sajnálom a játékosokat, mert nem tudják azt a játékot játszani, amit egyébként tudnának. Ugye bebizonyították a Felcsút ellen is, Puskás Akadémia ellen, hogy tudnak nagyon jól futballozni, amennyiben a pálya minősége az megfelelő. Úgyhogy nyilván én is arra fogok törekedni, hogy támadó futballt játszunk, játszó futballt játszunk, látványos futballt szeretnénk, és természetesen legfontosabb az, hogy eredményes futballt. Kondás Elemér június 15-én áll munkába Kisvárdán. Mint elmondta, nem kizárt, hogy már NB1-es csapat kispadjára ülhet le, de amennyiben nem jut fel a Kisvárda, a következő bajnokságban az ő irányításával ismét megcélozzák az élvonalat.